stúdióban pedig meg is érkezett, már itt van Kocsis Máté, estét kívánok. Estét kívánok. Hát heves vita volt, heves vita volt tegnap a parlamentben, mindenképpen érdekes volt. Szokásos vita volt. A miniszterelnök és Gyurcsány Ferenc csatája volt tulajdonképpen a legérdekesebb dolog. Kezdjük a miniszterelnökkel. Ja, ha jól értettem, akkor azt lehetett kivenni, hogy a szuverenitás lesz a következő hónapok középpontjában, ezen belül is a határvédelem, a brüsszeli pénzek és Ukrajna kérdése nagyjából. Kezdjük kérem a migrációval. Az elmúlt órákban folyamatosan jönnek ki a hírek arról a bizonyos múlt hét végi támadásról a szerb-magyar határon, ahol most már van videófelvétel is arról, hogy Kalasnyikovval lőttek a magyar határőrökre. Meddig lesz tartható a szerb határon az, hogy erőszak nélkül őrizzék a határt a magyar határőrök? Ezt így nehéz megmondani egy ilyen kényelmes és biztonságos stúdióból itt Budapestről, de először is minden elismerésünket szeretnénk kifejezni azoknak az embereknek, akik védik a határt, és akik most már effektíve az életük kockáztatásával vigyázzák Magyarország biztonságát, és garantálják azt, hogy a határ innenső oldalán nyugodtan és békében élhetünk. Egészen brutális fordulatot vett a migrációs helyzet a határon, ezt sokan nem érzékelik, és ezért köszönet a média azon munkatársainak is, akik ezt bemutatják, de az a sok száz hazafi, aki őrzi Magyarországot, minden elismerés felett áll, és azt gondolom, hogy hősiesen küzdenek. A kérdésére adott választ, hogy akkor nem akarom megkerülni. Nehéz megmondani innen, hogy meddig tartható ez a helyzet viszonylag békésen, de most már éles lőfegyverekkel, gépkarabélyokkal lőnek az egyik országból a másikba egyébként, és ezzel egyébként emberéleteket veszélyeztetnek. Az az igazság, hogy amint közvetlen emberélet veszélybe kerül, talán nem elkerülhető, de a rendvédelmi szervek ezeknek a szabályait vagy protokollját bizonyára jobban tudják. Én az európai gyakorlatot venném alapul. Tehát a politika világából leginkább onnan kell megnézni a dolgot, hogy mit csinálnának a spanyolok, ha ilyen erőszakos akció történne a határon, mit csinálnának a franciák, vagy mit csináltak, ha ilyen történt, mit csinálnak számos európai országban, és szerintem ott meglepő gyakorlatokat találnak, és szerintem nekünk is ezeket az európai gyakorlatokat kell majd követni. Egy tény, hogy egyetlen egy honfitársunk sem veszítheti az életét amiatt, mert őrjöngő és erőszakos illegális migránsok megpróbálnak betörni Magyarország és Európa területére teljesen jogtalanul. A brüsszeli bürokraták, ha már itt tartunk, és Magyarország között ez a bizonyos vita, elsősorban a pénzügyekről szóló vita, az minden bizonnyal szélesedni fog. Teljesen világos választási évben vagyunk. Ugye arról van szó, hogy Magyarország 3 milliárd euróra tartana igényt, 1 milliárd eurót be is fizetett már, ennek ellenére nem kap semmit, viszont a kamatok, az emelkedő kamatokból azt szeretné Brüsszel, hogy vegye ki a részét. Milyen stratégiával fognak tárgyalni? Hát önmagában ezért a képletért szerintem bármelyik kocsmában verekedést tör neki. Tehát, hogy vegyünk föl közösen hitelt, aztán a részét egy fél nem kapja meg, ugyanakkor a törlesztésből ugyanúgy ki kell venni a részét. Vagy egy kicsit többet, mert megdrágult az út. Igen. Ön azzal kezdte a műsort, hogy itt a szuverenitás kérdések lesznek a középpontban a következő hónapokban. Azért azt szeretném tisztázni, hogy mi lennénk a legboldogabbak, ha ezek a témák nem lennének a középpontban. Tehát az, hogy egyáltalán az ország függetlenségét sértő események történnek az elmúlt hónapokban. Egyáltalán az, hogy felmerül ez a szó, ez a szuverenitás szó, ezt is olyan gyorsan kell sokaknak megismerniük, mint a pandémia szót annak idején. Ez mind-mind onnan van, hogy a jelenlegi brüsszeli vezetés egyszerűen képtelen tiszteletben tartani annak a több mint 3 millió magyar embernek az akaratát, akik tavaly választottak egy kormányt maguknak. És miután a brüsszeli liberális és baloldali elitnek nem tetszik a magyar kormány, ezért minden eszközzel megpróbálja az ország függetlenségét, különböző érdekeit, érdekérvényesítő képességét felszámolni. De a migrációra kérdezett rá, ugye, hadd válaszoljak még akkor is, ha hosszabb lesz egy kicsit. Ugye először is egy gazdasági típusú támadás alatt állunk. Ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban,
hogy a brüsszeli népek úgynevezett országspecifikus ajánlásokat fogalmaznak meg, jelentsen ez bármit is, tehát olyan emberek, akiket soha senki semmire nem választott meg, leírják, hogy szerintük mit kellene Magyarországon csinálni. Most kaptunk nemrég egy ilyen levelet. A kormány elolvasta, és a következők állnak benne. Először is ebben azt szeretnék kérni a brüsszeliek, hogy töröljük el a rezsicsökkentést. Mondván, hogy a költségvetési egyensúly megtartásához ez szükséges. Ez minden hónapban kihúzna minden magyar háztartás zsebéből 181 ezer forintot. Azt is mondják, meg akarják mondani, hogy honnan vegyük a gázt. Azt is mondják, hogy töröljük el a kamatstoppot. Ajánlják, hogy multikat védő intézkedéseket vezessünk be, éppen akkor, amikor egyébként ugyanezek a multik aránytalanul megemelték az áraikat, a fogyasztói árakat a közértekben, a boltokban, ezzel fölverték az inflációt, és kivették a pénzt az emberek zsebéből, és hatalmas profittal távoztak külföldre. De ugyanakkor azt is mondják, hogy az ukrán gabonának, a rossz minőségű ukrán gabonának, becsapva egyébként a közép-európai országokon, teret kell engedni Magyarországon, tehát gazdasági területen számos olyan pontba be kíván avatkozni a brüsszeli élet, ami egyébként mind nemzeti hatáskör. De van egy kulturális dimenziója, és itt érek rá a migrációra, van egy kulturális támadás is ellenünk. Ennek a egyik régi jól ismert formája ez az LMBTQ propaganda, amit tőlünk nyugatabbra már iskolákban, sőt óvodákban is bevezettek. Talán elég világos választ adott erre a magyar társadalom szintén tavaly áprilisban, amikor soha nem látott többséggel elutasították a magyarok az erre való törekvéseket, de Brüsszel nem adta föl, és ugyanebben a kulturális erővel való visszaélésbe sorolható bele, hogy a brüsszeli elit azt is nagyon szeretné, hogyha ezeknek a migránsoknak, akikről az előbb beszéltünk, utat engednénk, ha más nem, folyosókat nyitnánk, és számolatlanul engednénk őket be Európába. Az egész egy agyrém. És miután keleten, tőlünk keletre, a keleti határainknál háborúdó, délen erőszakos migráció van, nyugatról pedig gazdasági meg politikai támadás alatt állunk, politikai szuverenitásunkra is rá kívánnak támadni, rá is támadtak, hiszen politikai megfontolásból a baloldali ellenzéket pénzelték nyugatról. Most ebben a helyzetben még jó, hogy úgynevezett szuverenitás vagy függetlenségi kérdésekről beszélünk, bár a kettő nem ugyanazt jelenti, de mi lennénk a legboldogabbak, ha a brüsszeli vezetés inkább azzal foglalkozna, ami Európa valódi problémája. Azzal, hogy Európa gyengül, azzal, hogy Európa gazdaságában nagyon mély sebet ejtett a háború, ezzel párhuzamosan ők nem a békére, hanem a háborúra törekednek, tehát nagyon hosszú beszélgetés lenne ez, azzal szeretném lezárni, hogy a válaszomat, hogy változást kell elérni Brüsszelben. Tehát lehetetlen, hogy a jövő évi európai parlamenti választásokon ez az elit maradjon. Tönkre fog menni ez a kontinens, egyébként Magyarországot sanyargatják a visszatartott nekijáró pénzeivel, csak azért, mert nem vagyunk hajlandók beállni abba a papagáj kórusba, akik ugyanazt mondják, mint az európai liberálisok. Mi más mondunk? Egy Gyurcsány Ferenc pont azzal érvelt a parlamentben, hogy ő hazahozná ezeket a pénzeket. Hazavinné, az úgy pontos. Sőt, ha őt megválasztanak, a gyerekek jobban tanulnának, a vonatok pontosabban járnának, olcsóbb lenne az élet, olcsóbb lenne a benzin. Mennyire érezte... És a jéghegyek is kevésbé olvadnának el. Mennyire érezte ki egy kormányzásra készülő politikus felelősségét Gyurcsány Ferenc szavaiból? Abszolút, de hát ezt évek óta mondjuk. Csak mindenki nevetett rajta. De hogy most valami újat mondott az ön számára? Nem, mondjuk azzal, mondom, hogy egyértelműen arról beszél, nem, hogy... Nem, dehogy, semmi újat nem mondott. Hát most tényleg már unásig mondtuk, ott ő a főnök. 3-4-5 évvel ezelőtt, mikor mondtuk, akkor a baloldali pártok hangosan, a többi baloldali párt hangosan felkacagott, meg hogy nem mondjuk már ezt, hát dehogy a Gyurcsány a főnök, nézzenek már körbe a politikai térképen. A baloldalon egyetlen egy valamire való párt van még a mai napig is, az pedig az övé. Most, hogy ez abból van, hogy ő tehetséges, a többiek meg nem, neki van ereje, a többieknek nincs, mit tudom én, de ettől még ez egy tényhelyzet. Ez semmi újat nem mondott. Azt azért sietve szeretném hozzátenni, hogy amikor ő azt mondja, hogy a haza vigyáz majd a polgáraira, azért a
fiatalabbak olvassanak utána, az idősebbek meg emlékezzenek csak vissza, hogy milyen volt az, amikor Gyurcsány Ferenc vigyázott a hazapolgáraira, tehát a 13. havi bérelvétele, a 13. havi nyugdíjelvétele, a családtámogatások megvonása, csőd szélére sodorták az országot, és akinek egyébként ez nem tetszett, vagy szót emelt ez ellen, vagy Gyurcsány hazugságai ellen, azt meg kardlapozták, lovasrohamozták, és volt, akinek még a szemét is kilőtték. Tehát jobb lenne, ha Gyurcsány Ferenc nem vigyázna senkire. Tehát nem a polgárokat kell megóvni az országtól, hanem az országot kell megóvni a Gyurcsány Ferenctől. Jelen pillanatban még itt tartunk. Ha már a politikai tehetséget említette, volt egy bizarr jelenet a Momentum elnökének a felszólalására. Gondolok, hát szerintem én amióta követem a parlamentet, talán ez volt a legcsúfosabb hozzászólás, de még hogy ő is, tehát önkritikát gyakorolt. Azért szoros az a verseny. Igen. De ugye ezt még ő is éreztem le, amikor ült lefelé, hát egy meglehetősen trágár kifejezést használt. Igen, elrontotta. Azt akartam. Igen. Ön szerint mi oka volt erre, hogy ott önkritikát gyakoroljon? Akkor másképp kérdezem. Ugye ön tud egyetértési pontokat találni Gerencsére? Ugye most nem azt várja tőlem, hogy Gerencsér Ferenc fejével gondolkodja. Erre nem vagyok képes. Ő egyébként, tehát neki ugye szerintem az a baja, és nem érdemes talán több szót vesztegetni rá, hogy ő neki csak nincs szerencséje, amikor gondolkodni próbál, vagy hogy mondjam. Tehát neki ez az egy problémája. Ön kiosztotta, nem sajnálta meg egy kicsit? Tehát egy úriember a gyengébekkel nem verekszik. Szerintem nincs a politikában gyengébb, meg erősebb. Én engem sokkal jobban zavar, hogy ezek a politikai ellenfeleink a tavalyi választáson dollárért fölkínálták a hazájukat. Ez engem sokkal jobban zavar. Ezért én még akkor is, ha viccesek, vagy vicceseket csinálnak, csak rövid ideig tudok rajtuk mosolyogni, mert a legdurvább támadása a magyar demokrácia ellen, ha úgy tetszik, ami 1990 óta példátlan, hogy fogták magukat ezek a srácok, kimentek a tengeren túlra, egyébként a Párbeszéd vezetésével, tehát ott Szabó Tímea környékén gyülekeznek össze azok, akik a tengeren túlon gyorsan tudnak ügyeket intézni, és bizony elfogadtak olyan piszkos pénzeket, amivel dollármilliárdosoktól, amivel Magyarországon közhatalmat akartak nyerni maguknak, és ezért valamit nyilván ajánlottak cserébe. És ezen nagyon hamar túllendülünk, de azért az embernek van egy üres pillanat, azért mélázzunk már el azon, hogy ez normális dolog, hogy elmegyünk külföldi támogatásért elárulni a hazánkat csak azért, hogy őket hatalomba segítsék valami gazdasági, meg pénzügyi érdekkörök a tengeren túlról, és utána, ha ne adj Isten, megnyerték volna a választást, akkor mi következik ebből? Mit ajánlottak cserébe? Én nem tudok ezen nagyon nevetni, még rájuk nézek, és nekem mindig ez jut eszembe a mai napig, hogy szemtelenül egy 90 óta létező szabályt felrúgtak. Most távol álljon tőlem, hogy dicsérgessem a Horn Gyula kormányát, de mondjuk Horn Gyula kormányában nem merült fel az, hogy külföldi pénzekből próbáljanak meg politikai sikereket elérni. Hát egy ilyen kisméretű országnak, mint a miénk, elemi érdeke, hogy vigyázzunk el, és ez is szuverenitás kérdés, és megcsinálta. Ha már itt tartunk, hogy Karácsony Gergelynek sikerült végül is nyernie Budapestet, behúzta. Ön a tavalyi ügyben, a 99 mozgalommal kapcsolatban ön hol látja Karácsony Gergely felelősségét? Tehát tisztán látszik, hogy az üzleti modell az volt, hogy Karácsony Gergely megy elől, és mögötte libegnek a dollárok, eurók, ropognak, amikor már elütti a villamos, még utána is ropognak azok a bizonyos dollárok. Teljesen egyértelmű, hogy ez volt a módszer. Hát nyilván a hihetősége az mondjuk alacsony, a hihetőségi foka. Karácsony Gergely elfogadta ugyanúgy ezt a pénzenergiát a tengeren túlról. Neki szerintem nem nagyobb a bűnrészessége, mint az összes többinek. Az ő bűne az nem ebben áll, hanem abban a kényszeres és irritáló hazudozásban, amit ebben az ügyben művelt. Tehát miután a baloldali ellenzékünk
egyként indult a választáson, egységesen együtt kampányoltak, ezért minden pénz, ami az ő kampányukra jött, az elosztja köztük ezt a felelősséget. Én ebben nem emelném ki Karácsony, még akkor sem, hogyha nyilván ő karmestere volt ennek, mert a körülötte ez a Korányi Dávid, meg ezek, ez a Bajnai, Ficsor, Szigetvári Viktor, tehát ez a világ volt az amerikai pénzek intézője, de hát nem csak ők költötték el. Neki az őszinte beszéddel van komoly baja. Tehát neki azzal van problémája, hogy egyenesen megálljon egyszer férfiasan, és azt mondja az embereknek, hogy hibáztam, vagy baj van, és majd kivizsgáljuk, vagy nem fordul előtte, vagy mit tudom én, vagy valamit mondjanak. De hát ez ugyanolyan, mint a, emlékezzem vissza, mint amikor a buszsávban kapták, hogy ott ment az autója, és azt mondta, hogy a tökös főpolgármester, hogy nem emlékszik arra, hogy éber állapotában a buszsávban közlekedett. Milyen válasz ez? Milyen válasz ez egy komoly hivatalban lévő embertől? Ugyanez a bűne itt is. Mismásolunk, nem? Mikroadományok, meg akkor az idős támogatóktól kaptuk, igen, gondoljuk, persze. Összekötegelt Európa. Igen, a gondosan összegyűjtögetett fontjaikat a újpalotai nyugdíjasok eljuttatták. Szóval az egész Karácsony jelenségnek az a legnagyobb átka, hogy egyetlen egy őszinte, korrekt, egyenes válasza nincs a főpolgármesternek, semmire, de nem csak ebben az ügyben, semmire. Mismásoló balfék. Kocsis Máté, köszönöm szépen. Köszönöm.